biztosítani, ami talán a legtöbbünket... Az Európai Uniós kihívások és az arra adott magyar válasz című kerekasztal beszélgetés zajlott szerdán este Óbecsén a TÁN emlékházban. Nagyon fontos volt látni és hallani, hogy hogyan látják Szerbiát, és hogyan látják a vajdasági magyarokat Brüsszelben, hogyan látják a vajdasági magyarokat Belgrádban, és ezekből a konzekvenciákat oly módon levonni, hogy mi is a szerepünk nekünk, illetve mi a szerepe Szerbiának, mi a szerepe vajdaságnak. Deli Andor, a Fidesz LP képviselője a kerekasztal beszélgetés során elmondta, az Európai Uniónak nagyon sok belső problémája van, amire nem igazán találják a megoldásokat. Elsőként és legkézenfekvőbb talán épp a migrációs kérdéskör, aminek épp a brüsszeli elhibázott migrációs politikának az eredményét, azt itt a vajdasági magyar közösség, a határ menti régió lakosai azok, akik a bőrükön leginkább megérezték. És azt hiszem, hogy ebből kifolyólag egy nagyon érdekes és egyúttal nehéz kérdés is az, hogy milyen gyorsan tud majd Szerbia csatlakozni ehhez a közösséghez. Európa szívében élünk, és megérdemeljük, hogy ez a terület, Vajdaság, illetve Szerbia is az Európai Unió teljes jogú tagja legyen, ezért ilyen téren is tesszük a dolgunk, jelentette ki a beszélgetés során Kovács Elvira, a VMS alelnöke és parlamenti képviselőjelöltje. Világos előttünk, hogy az Uniónak nem találta meg az utóbbi időben a megfelelő válaszokat, sem a migráns probléma kezelésére, sem a területén dúló háborúra. Ezért az Uniónak meg kell reformálódnia, de ugyanakkor a bővítés politikát sem szabad szem előtt tartani, tehát elhanyagolni. Ezért a mi érdekünk az, hogy ebben a folyamatban, ebből a folyamatból kihúzzuk a maximumot, és mielőbb, ahogy Magyarország is mondaná, a magyar válasz, hogy a nemzetek Európája győzedelmeskedjen. A VMS elsődleges célja a vajdasági magyarok érdekeinek a képviselete. Ezért fontos, hogy a helyi közösségi, önkormányzati, tartományi és köztársasági szinten is képviseljék a magyar közösség érdekeit, hangsúlyozta Kovács Elvira.